Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy olyan igazán könnyen köthető ázsúrmintát nézünk meg, amely kiváló alapja lehet akár nyári ruhadaraboknak is. A minta egység mindössze 8 szem, és ezen felül csak a két szélszemet kell számolnunk. Ezen a darabon 1, 2, 3, 4, 5 minta egységet kötöttem, ami azt jelenti, hogy 5x8 plusz 2, 42 szem van a tűn. Magasságban a minta egység 12 szem, amelyből minden második sort a visszáján fordítottan kötünk. Itt ebből is 1, 2, 3 mintaegységet kötöttem meg. Együtt ennél egy kisebb darabot fogunk elkészíteni, két mintaegységgel szélességben és egy mintaegységgel magasságban. Ezen rajz alapján haladhatunk majd, itt valami miatt három mintaegységet tüntettek fel egymás mellett. Ez az a 8 szem, ami egy mintaegységet alkot. Ebből mi kettőt fogunk megkötni, ami azt jelenti, hogy 2x8 plusz 2, 18 szemet szedünk fel majd a tőre. Ez a sima szemet jelöli, ráhajtás, jobbra és balra dőlő fogyasztás. A páratlan sorokat látjuk feltüntetve, amit a kötés színén kötünk majd. Minden páros sor a visszáján végig fordított szemekből áll. 18 szem van tehát a tűn, és kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy ennél a nagy mintánál is tettem. Az első sorral indulunk, az első szélszemet mindig simán leemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Nézzük tehát az első sort, szélszem. Két szemet jobbra dőlve összekötünk, ehhez egész egyszerűen csak simán összekötünk két szemet. Ezt követi négy sima szem. Egy ráhajtás, és még kettő sima. Ez volt egy 8 szemből álló mintaegység. Újra kezdjük. Két szem jobbra. Négy sima. Egy ráhajtás. Kettő sima. Szélszem. Ez volt az első sor. A második sor következik, szélszem, és végig fordított szemeket kötünk. Fordítottan kötjük az előző sor ráhajtásait is. Ez volt tehát a második sor. A továbbiakban csak a színén a páratlan sorokat kötjük majd együtt, és mindegyiket értelemszerűen egy páros, végigfordított szemekből álló sor követi majd.
A harmadik sor következik, szélszem. Két szem jobbra. Három sima. Ráhajtás, sima, ráhajtás. Két szemet balra dőlve összekötünk, ehhez az első szemet simán átemeljük, a második szemet simán kötjük, majd az átemelt szemet erre a simán kötöttre ráhúzzuk. Ez volt egy minta egység. Újra kezdjük. Két szem jobbra. Három sima. Ráhajtás, sima, ráhajtás, két szem balra. Szélszem. Ez volt a harmadik sor. Megkötöttem a negyedik sort végig fordított szemekkel, következik az ötödik. Szélszem. Két szem jobbra. Két sima. Ráhajtás, sima, ráhajtás, sima. Két szem balra. Újra kezdjük. Két szem jobbra. Két sima, ráhajtás, sima, ráhajtás, sima, két szem balra. Szélszem. Ez volt az ötödik sor. Megkötöttem a hatodik sort végig fordított szemekkel, következik a hetedik. Szélszem. Két szem jobbra, sima, ráhajtás, sima, ráhajtás, kettő sima, két szem balra, itt fejeződik be az első mintaegység, újra kezdjük, két szem jobbra, sima, ráhajtás, sima, ráhajtás, kettő sima, két szem balra. Szélszem. Ez volt a hetedik sor. Megkötöttem a nyolcadik sort végig fordított szemekkel, következik a kilencedik. Szélszem. Két szem jobbra. Ráhajtás, sima, ráhajtás, három sima. Két szem balra. Ez volt egy mintaegység. Újra kezdjük. Két szem jobbra. Ráhajtás. Sima ráhajtás, három sima, két szem balra, szélszem. Ez volt a kilencedik sor. Megkötöttem a tizedik sort végig fordított szemekkel, következik a tizenegyedik. Szélszem. Kettő sima, egy ráhajtás, négy sima, két szem balra, ez volt egy mintaegység, újra, kettő sima, egy ráhajtás, négy sima, kettő balra.
szélszem. Ez volt a 11. sor. Megkötöttem a 12. sort végigfordított szemekkel, és ezzel a végére értünk egy 12 sorból álló mintaegységnek, a továbbiakban ezt a 12 sort ismételjük. Együtt tehát két mintaegységet kötöttünk szélességben, a nagy 5 mintaegységből áll, a kis darabunk egy mintaegység magasságban, míg a nagynál 3 mintaegységet kötöttem. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk. Addig is jó kötést kívánok mindenkinek.